Szeretettel köszöntöm nézőinket. Ezúttal magam vagyok itt a stúdióban, és egy rendhagyó párosan szépen kedveskedünk önöknek. Talán ismerik Karinthy Frigyesnek a Találkozás egy fiatalemberrel című opuszát, amelyben ugye fiatalkori önmagával találkozik a szerző. Nos, hát itt valami hasonlóra kerül sor, mert egy viszonylag fiatal emberrel fogok találkozni, hiszen másfél évtizeddel ezelőtt készült műsoraiból fogunk néhányat megmutatni. Azért is, mert olyan szereplői vannak, akiket nagyon szerettünk, és akik közül néhányan már sajnos elmentek. Itt lesz velünk Csala Zsuzsa és Szász Endre, akiket már csak sajnos videóról vagy filmről láthatunk. Aztán itt lesz Rátonyi Hajnalka Csala Zsuzsa partnereként, itt lesz Szász Endre felesége a képernyőn, Szász Kati. Elsőként egy hírneves páros, Forró Tamás és Havas Henrik lesz a vendégem, akik nagyon sok érdekességet mondanak, majd meghallják a rendszerváltás környéki újságírói életről, média életről, és megmutatják azt is, hogy milyen jó manökkenek. Figyeljük őket! Engem tényleg meglep, hogy ennyi év után még mindig együtt emlegetnek minket, és még valamit szerintem azért volt mindig légből kapott, ami rossz kapcsolatunkról szóló hír vagy hírek, mert köztünk mindig volt egy normális munkamegosztás. Azt hiszem, hogy ezzel egyetértesz. Tehát én egyszer akartam lapot csinálni, buktam rajta két hét alatt 15 millió forintot. Ha forróltam, biztos nem vesztettem volna. Azóta azért, nem akarok, aki két hét alatt 15 milliót tud bukni, azért az egy... Így mullott egy magyar újcímű szituáció. Azért. Figyelj, én nem azon mosolygok, hogy mekkora öröm volt elbukni ezt a pénzt, hanem belevágtam, és igazolt a forrónak, hogy aki hülye hozzá, ne csinálja. Most ebből tanultam. Soha nem voltam lapnál. Dolgoztam lapnak, de még a nyomdai korrektúra jeleket sem ismerem, szóval bevallom. Ezért úgy gondoltam, hogy egyszerűen befektetek pénzt egy jó ötletbe, ami egyébként valóban jó ötlet volt, és rábízom azokra, akik értenek hozzá. Aztán kiderült, hogy akikre rábíztam, azok nem értettek hozzá. Na itt van a lényeg. Egyébként én úgy gondolom, hogy nem az a legfontosabb, hogy értsünk hozzá, és meg tudjuk csinálni. És itt vissza is utalok a világgazdaságra. Mert én se tudom megcsinálni a világgazdaságot. Én se tudok se tördelni, se szerkeszteni, se jó cikket írni szerintem, hanem pontosan az a dolgunk ebben a mostani helyzetben, hogy a különböző helyekre megtaláljuk a legjobbakat, a legprofibbakat, és hogyha a Havas bukott 15-öt, akkor nem azon bukott, hogy nem csinált soha életében nyomtatott sajtót, hanem azon, hogy rossz partnereket vagy rossz szakembereket talált hozzá. Hozzá kell tennem egyébként, hogy egy egyetem működtetése, és már 4 évfolyamon több mint 800 hallgatón van, plusz hogyha össze elindul a felsőfokú akreditált szakképzés, tehát hogy már 1200 hallgatónk lesz, éppen most új iskola, új épületbe költözünk, sikerült szerezni egy valódi impozáns épületet, most építjük a nagy előadótermet, de végig lehet gondolni, hogy mekkora szervezést igényel egy majdnem 1000 fős egyetemi kar működtetése, 40-60 közt ingadozik az oktatók száma, oktatóstúdiók, számítás, technikai termek, szóval egyszerűen minden időmet elfoglalja. Pedig hát ez úgy indult, hogy egy szerint kis tanfolyam lesz, és kinőtte magát ezzé. Nem szeretnék sokat számolni, de hogyha jól belegondolok, akkor végülis, hogyha valaki 15 millió forintot tud bukni, azért akkor valószínűleg jobban áll, mint egy ilyen átlag tévés műsorvezető, tévé moderátor. Szerintem mióta együtt vagyunk, azóta jobban állunk. Egyszer volt a rádióban egy munkatársi gyűlés, ahol egy tehetséges fiatal kolléga fölállt, és megkérdezte, hogy a főszerkesztőtől, hogy hogyan lehetséges az, hogy a Havas meg a Forró egy műsorért 50-100 ezeret kapja meg egy hónapban, keres ennyit. És akkor mondta a főszerkesztő, hogy talán nevet kellene változtatnia, szóval egyszerűen az van, hogy a Tamás kitalálta azt, hogy hogyan lehet eladni minket, illetve magunkat. Szerintem ő volt az első, aki a közszolgálati rádióban eszébe jutott egyáltalán a gondolat, hogy reklámokat el lehet adni egy politikai magazinban. Ez volt az első kész című hétfő esti nagyon sikeres műsorunk. Aztán mi voltunk az elsők, akik megint csak az ő ötlete alapján kibéreltük a Vidám színpadot. Mikroszkóp színpadot. Videóra vettük, eladtuk, reklámot szervezett a Tamás. Tehát egyszerűen üzleti zseni.
Igen. Nem. Egyszerűen megcsinálta. Vagy kiadtunk 3 hét alatt könyvet, és utána láttuk a kollégák fancsoli arcán, hogy megint mennyi pénzt kerestünk, de mire igazán elfancsolódtak volna, már megírtuk a következő könyvet. Akkor írtuk a könyvet, amikor kellett. Most, hogy nem megy, most nem írunk könyvet. Tehát, hogyha nekem van szakmám, akkor ez a szakmám, és én ezt a szakmát mindig meglehetősen sok energiával és sok szenvedéllyel műveltem, és a mai napig is nekem nagyon fontos, hogy ezt a szakmát csináljam, hogy csinálhassam, és a legkevésbé se fontos az, hogy elmehessek a pénztárba, bár ezek a dolgok nagyon szorosan összefüggenek, és amit a Havas az előbb elmondott, hogy annak idején miket találtunk ki, amelyek bizonyos mértékig piaci viszonyokat kezdtek teremteni rádió vagy tévéműsor készítésben, ott se ez volt a fő ok, hanem az, hogy működjön, hogy meg lehessen csinálni, hogy úgy lehessen megcsinálni, ahogy mi azt elképzeltük, hogy kiléphessünk ezekből az alamizsnás, jelképes, honoráriumos szituációkból, tehát mi magunk is, mások is értékén legyenek kezelve, de hát hogyha ehhez a forrás nem volt meg, akkor teremtsük el. Nothing but blue skies overhead from now on. Az volt a nagyon szerencsés találkozás, hogy én a Gálik Mihályon és a Mester Ákoson keresztül a 168 órában valamiféle módon nagyon nehezen, mert egy elég hosszú ellenszenvvel telített időszak volt mögöttem és Mester Ákos mögött, amikor a mester valamilyen módon úgy döntött, hogy engem befogad. Műsorvezetőként, szerkesztőként és riporterként. És én abban az időben a 168 óra legfelkapottabb riportere volt, amikor vele találkoztam. Ő pedig Hajdú Jánosnak volt az egyik kedvence. A hétben. Én pedig a 168 órában. Magyarán nem igaz, hogy a nulláról indultunk, mert én... De hadd mondjak valamit. Igen. Az volt a dolognak a lényege, hogy volt egy főszerkesztőnk, Régel Antal, aki országgyűlési képviselő volt, és a Német Nemzetiségi Szövetségnek a főtitkára, vagy nem tudom én mi. Az egyetlen olyan ember volt, akihez be lehetett menni egy ötlettel, vette egy nagy levegőt, és azt mondta, hogy csináljátok meg. Ha nem ő a főszerkesztő, hanem mindegy, hogy ki, teljesen egy Lipovic Iván, Szalai Zsolt, mondhatok 64 nevet, soha a büdös életben nincs első kézből, nincsenek a dokumentumműsorunk, semmi nincs. Ez az ember halált megvető bátorsággal nem vette át a műsorainkat. Ami műsorunk volt az egyetlen, amit senki nem vett át. Sokat emlegetett első kézből, ami a maga idejének úgy gondolom, hogy elég fontos műsora volt, tehát a rendszerváltáshoz, hogyha a tömegkommunikáció hozzájárult, és hogy ne járult volna hozzá, akkor az első kézből annak egy darabja. A Réger ezt a műsort vállalta, pedig rajta kívül valószínűleg senkinek nem volt, akkor nem lett volna bátorság ezt vállalni, de csak annyira vállalta, hogy a műsornak nem volt gazdája a Magyar Rádióban. Tehát ez egy olyan műsor volt, hogy senki nem hallgatta meg, mielőtt adásba ment volna, vagy ha élő volt, akkor senki nem jött oda kagylózni. Egyszerűen mindenki távol tartotta magát, pontosan azért, mert nem lehet tudni, hogy holnap ebből mekkora balhé. A mulatság az volt, hogy ekközben én a 168-szeret szerkesztettem és vezettem. Miközben az első kézből együtt csináltuk a Tamással. Amit a 168-szeren nem lehetett végig megcsinálni, nagyon sokszor, azt megcsináltam én. Tehát egyszerűen egy kettős énem alakult ki. A 168-nál úgy metéltem a riportokat, ahogy a bölcs és a mester előírta, meg ahogy ők azt gondolták, hogy elvárják. Ez volt pénteken, szombaton, hétfőn pedig először nálunk szólaltak meg a fideszes fiúk, mi plankoltuk föl a szegedi
botrány, millió és ügy volt, ami soha máshol le nem mehetett volna. Volt idő, amikor... Jó. Azért itt van egy nagyon lényeges momentum. Körülbelül 88-ban ebben a 6 négyzetméteres sufniban ültünk egymással szembe, és két dologra jutottunk. Az egyik az volt, hogy figyelj ide, ezek a bolsevikok még megvannak, ezek még hatalmon vannak, de ezeknek már nincs erejük visszaütni. Ez egyszerűen akkor érzékelhetővé vált. Ez az egyik tétel. És ezt így megbeszéltetek a szobában, szóval ezt így tudtátok, ilyen, hogy... Ilyen, tömören, ilyen, egyszerűen fogalmazva, ez kettőnk között elhangzott. A másik pedig, te, csinálni kéne egy olyan műsort, amiben mindenkitől azt kérdezzük, ami a normális, kézenfekvő, evidens kérdés. Ma már ez komikusnak hangzik, de 88-ban bizony ez nagy dolog volt. Soha nem felejtem, mert arról, hogy közbevágok. Egyszerűen arról van szó, hogy volt úgy, hogy, hogy megvolt a műsor, és a Magyar Távirati Iroda kiküldte a tudósítóját, mert egyszerűen ők, senki nem merte megkérdezni, mi voltunk az elsők, emlékszem, az első ilyen volt, Havasi Ferencet leváltották a tisztségéből, és kinevezték a Budapesti Pártbizottság első titkárába. Akkor fölvettem a telefont, és azt mondtam, hogy szeretnénk interjút, mire kíváncsi? Mondja meg, hogy miért váltották le, emlékszel? Igen. És a Havasi bejött. Ő KB titkár volt, tehát a Központi Bizottság titkár, és úgy lett akkor valami úgy lett, hát ez neki lefokozás volt. És bejött, és őszintén elmondta, hogy ott azért váltották le, mert a gazdaságpolitikája csődbe jutott, mert a reform ellenes szárny felülkerekedett. Ez egy innétől kezdve. Egyébként berecik, bezárulag. Bocs, meg, na, hogy aki még valamit szeretnék mondani. Mindenki azt mondta, ami nagyjából az igaz. Amikor a Havasi kikísértük a pagodából, a Havasi megállt, és azt mondta nekünk, figyeljenek ide, minket elsöpörnek. Emlékszel? Minket elsöpörnek. Szóval nem csak engem, az, hogy én most megbuktam. Ezt a pártot, ezt a rendszert, ezt elsöprik. Érti? Elsöprik. És ezzel kibattyogott a rádióból az öreg úr, akit egyébként tiszteltünk. És utólag sőt, még hogy utána nem egyszer voltunk nála, utána nem egyszer voltunk híreket, nála. Információkat szerezni. Jó, szóval akkor már teljesen nyilvánvaló volt minden normálisan gondolkodó ember számára, hogy itt valami új jön. És ezt az újat mi időben észrevettük, és nagyon sokan hát lefenegyerekeztek akkor minket, azzal vádoltak, hogy lejáratjuk az újságíró szakmát, rámenősek vagyunk, agresszívak, mondtak mindent az ég adta egy világon, pusztán csak azért, mert nem merték ez ilyen egyszerű kérdést feltenni, hogy mondja a Havasi Artás, miért mondott le? Ennyi a történet. Biztos nem haragszik meg ott valahol az égben rám Csala Zsuzsa azért, mert barátomként emlegettem, hiszen valójában a barátom volt, aki nagyon sok titkát osztotta meg velem, és nagyon sokszor beszélgethettem vele. Ő Rátonyi Hajnival együtt vendégeskedett a Párosan Szépben. Hosszú évek óta párban szerepeltek és járjátok az országot. Igen, rendszeresen. Nekem nem is furcsa, hogy így ülök a Hajnika mellett most itt. Inkább talán az a furcsa, hogy itt Pesten ülünk, és álló helyzetben, mert örökké utazunk, mindig egy kocsiban, egy darabban, ez természetes már, ez évek óta így jött ki a lépés, és állandóan utazunk minden hétfőn kedden, de hétközben is, amikor a színházba Pesten nem játszunk. És hát van ennek egy másik oka is, hogy kettőtöket hívtalak, bár még mielőtt ezt a másik okot firtatnám annyit, hogy ugye itt a műsor előtt beszélgetünk, hogy mivel mi egyébként tegező viszonyban vagyunk, ugye? Igen. Zsuzsa, rábeszéltél, mert én próbáltam, hogy magázodjunk a műsorban, de azt mondtad, hogy ne játsszuk meg magunkat. Nem, ez így természetes. Hát akkor remélem, hogy a kedves nézők is ezt elfogadják. Szóval a második ok az az, hogy ahogy hallottam, tulajdonképpen a színházban a pótmamád a Csala Zsuzsa. Ez azt hiszem nagyon ritka, hogy így egymásra találjon valaki egy kolléganővel, és nekem ez sikerült, és amellett, hogy tényleg ilyen pótmama, de az egyik legjobb barátnőm lett a Zsuzsika, és erre nagyon büszke vagyok.
És tulajdonképpen egy ilyen szakmában, ahol ugye rivalizálás van, jut idő arra, hogy tényleg úgy felfedezzétek, és úgy észrevegyétek, és megszeressétek egymást? És... Hát persze, hát ez azért jó, hogy mi így összejöttünk, mert bennem áll a szájunk, és mindig tudunk újat mondani egymásnak. Szóval tényleg nap mint nap találkozunk, és akkor is egyfolytában beszélünk. Ha nem találkozunk, hívjuk egymást telefonon, vagy csinálunk közös programokat, hál' Istennek. Szóval tartjuk nyáron is a kapcsolatot. Azon kezdtem el nevetni, hogy te mondod, hogy én anyáskodom kvázi a Hajnikával. De valahol lelkileg pont fordítva van. Én engem tavaly egy nagyon nagy bánat ért, most már beszélek is róla, a férjem meghalt, gyerekem nincs, és az egyetlen kutyám is itt hagyott. Na most ez egy borzasztó, még mindig nem találtam igazán magamra. Nagyon össze voltam kapcsolódva a férjemmel, több évtizeden keresztül éltünk együtt, és hát kihez forduljak, ha nem baráthoz. Na most az is egy furcsa dolog, egy színésznek ilyet mondani, én évtizedekig nem jártam színházba, sajátomon kívül, amiben játszom. Azt se tudtam, hogy mi folyik más színházakban, nem ismertem a fiatal kollégákat, az újakat, meg egyáltalán a produkciókat nem láttam. Ez nekünk nagyon fontos. Na most, hogy magamra maradtam, Hanika mellém állt. És ezt most így a nyilvánosság előtt megköszönöm, még soha nem mondtam neked. Én azóta színházba járok, és a Hanika mindig eljön velem. Ő az én kísérőm, úgy értem, hogy a partnerem. Mert először most úgy kezdtük el, hogy meglátogatjuk a legjobb barátainkat, akik a színházban együtt partnerek is, például Gálvügyi Jánost. Megnézzük az összes produkciójában, borzasztó élmény volt, ugye, Hajnik? Uh-huh. Mert a Janit megszoktuk így fönn a színpadon. A természetes volt. Alulról én még jóval nem is láttam, mint néző. Akkor elmentünk a Bajor Imrét megnézni, aki szintén nagyon-nagyon jó közös barátunk. Szóval a Hajnika, na és nem csak ebben, még sokat tudnánk mesélni, hogy nem csak az, hogy együtt utazunk, együtt öltözünk, a Vidám színpadon együtt játszunk. Mi az? Mit csinálsz, Hajnalka? Mi ez a szörnyűség a lábadon? A Máci Bányi téri csőzpácsi csizmája. Tessék? Tudod, hogy hónapok óta nem kapni 34-es gyerekcipőt. Talán járjak mezitláb. Téviz idején? Na most jut eszembe egyáltalán, hogy te bejöttél ide a színpadra, és csak nyugodtan beszélgetek veled. Hát, hogy mentél ide bejönni? Csak így egyszerűen műsor közben? Hát ki engedte ezt meg neked? Most viccelsz? Hiszen hetek óta próbáljuk otthon. Kiabáltam, hogy a nagykasztliak járt, kislányom. Képzeld, hogy a nagykasztliak kamera. De hajnalka, drága. Tessék, itt a papír is. Végszó hiányzik. Mi az, hogy hiányzik? Rendezői utasítás zárójelben. Hajnalka baromin a csizmákban viccesen bejön. Talán nem jöttem be elég viccesen? Rémes ez a gyerek, mindent kibeszél. Hajnalka, a kulisszatitkok azok nem tartoznak a közönségre. Ezt már ismerem, és ezt nevezed a közönség széleskörű tájékoztatásának. Na, ide figyelj, te túl sokat engedsz meg magadnak, én, te túl sokat. Nekem szabad. Hogy szabad? Kiskorú vagyok, még nevem sincs. Az újságban is csak úgy írnának rólam. R. Hajnalka kiskorú. Ide figyelj, R. Hajnalka kiskorú! Ide figyelj, ez más, ez a színpad, ez más. Más az élet, más a színpad, az egészen más. Más van a színpadon, más van az életben. Ezt a kettőt, ezt nem lehet összekeverni, és ezt neked tudnod kellene. Soha nem lesz belőled színésznő. Nem! Egy pillanat. Igaz, most hova mész? Hova mész? Te mit kruccolsz ide be a színpadra nekem előadás közben? Mi ez? Pár ezer levél. A plusz egy fő műsor után kaptam. Kitől? A rajongóimtól. Hány éves voltál, amikor megismert az ország? 8 és fél. Na, a Fellini is csinált egy ilyen filmet. És erre hogy emlékszel? Ez milyen hatást, változást hozott az életedben? Ez egy felszabadult játék volt.
Ez nálam nyilván egy adottság volt, hogy én nem éreztem itt se felelősséget, se lámpalázat, nekem játék volt. Mint ahogy a bátyám, aki volt ugye ez a híres nevezetes plusz egy fő, ő borzasztóan izgult, én nem. És ez egy adottság volt. És amikor ugye ezt abba hagytuk egy idő után, olyan 14 éves korom táján közös megegyezéssel, mert én akkor nem éreztem jól magam ebbe a gyerekszereplésbe, és aztán amikor később úgy döntöttem, hogy színésznő leszek, akkor megjelentkezett egy iszonyú lámpalász, szóval én a főiskolán én annyit szenvedtem vele, és én voltam a legjobban meglepődve, hogy mi ez, hogy remek kezem lábam, mert én azelőtt ilyet nem éreztem. Úgyhogy ez egy furcsa dolog. Ebből a sikerből, ebből te mit éreztél meg? Jó volt, egy szórakozás volt, én imádtam, jól éreztem magam. Olyan veszélye nem volt, hogy te úgy érezted, hogy te már úgy kész színésznő vagy? Á, nem. Én akkor nekem ez meg se fordult a fejembe, csak úgy jó volt. De az még, ha lenne, az még volt. És utána én nem akartam színésznő lenni 2 évig. Mi szerettél volna lenni? Külkeres, ilyen üzletkötő. Szóval keresni szerettél volna. Keresni, nyelv, utazni, nagyon sokat utazni szerettem volna, szóval mindenképpen utazással. És akkor elkezdtem gondolkodni, és hogyha, mert, hogy szerettem, és hát ha jó lesz, az még felnőtt fejjel is. Zsuzsát mikor láttad először színpadon, tévében, hiszen ő fantasztikusan ismert volt, hát és sokat szerepelt. Hát őt is gyerekkorom óta ismerem, de igazán közel egymáshoz, itt a színházba kerültünk. És gyerekkorodban hogy ismerted meg, Szali, így, hogy imádtam. Csókolom Zsuzsi néni? Nem, én azt hiszem, hogy a Zsuzsi, mert a Lenke is ilyen volt, ahogy ők mondták, hogy ne viccelj, tegezzél. Emlékszel rá? Én hogyne. Emlékszem Szilveszterre, amit a Vidám színpadon élőadásban, hogyne. Közvetítettek, és ott volt a Hajnika, amit picike kis egykorka, olyan édes volt. Tényleg, irigylése méltóan talpra esett volt, és olyan természetes volt, de kész színésznő. Ezt most hallottam először, hogy a Hajninak utána jött ez a bizonyos, nem is tudtam, hogy... Igen, aztán ez szerencsére levetkőztem, mert egy nagyon jó osztályba kerültem, és ők segítettek. Kikkel végeztetek? Mikó Pista, Zsúrs Kati, Barbinek Péter, Dimulász Miklós, Faragó Jóska, Gerecsényi Sára, Málnai Zsuzsa, Csupini Bolya. Nagyon Dimulász Miklós. Mert Dimulász Nikosz, akkor mert nekem még az van a számon, aztán ő Miklós lett. Hát én most készítek elő egy műsort, az a címe, hogy Pufók Show. Zsuzsa, hogyha nem maragszol, akkor így per most mondom, ugye, hogy téged ebben szeretettel, hogy szeretnélek meghívni. Boldogat. Viszont hát a Hajnival nem tudok mit kezdeni ebben a műsorban. Úgyhogy vagy híznia kell, és eljátszuk ezt a Jancsi és Juliskás történetet, hogy beteszem őt egy ketrezbe, és akkor mindig kidugja az ujját, és akkor nézem, hogy elég kövére. Te odafigyelsz meg így étrendileg, muszáj, meg tornailag, meg egyebek? Muszáj, nagyon hízásra hajlamos vagyok, ezt örököltem is. Ne ezt én kaptam ki, sajnos nem a bátyám, aki nálam ugye jóval magasabb is, mert ő rajta úgy eloszlanna, de mivel én pici vagyok, még ezt is én kaptam. Tehát mindegy, vállalom, de nagyon kell vigyáznom, nagyon, és imádok enni. Úgyhogy nagyon szenvedek. Nektek az otthoni életetek milyen? Nem akarom azt mondani, hogy a háztartásbeli életetek milyen, de... Ugyanolyan, mint másoknak, igen. Ugyanaz. Szóval ti mind a ketten szorgos háziasszonyok vagytok? Igen, odahaza? De én ezt nem is bánom, igen. Én nem is engedik, mert tudnék, én ezt imádom csinálni. Igen, ez annyira kikapcsol és levezet, és örömet okoz. Mi az, amit imádsz? Főzni, imádok takarítani? Imádok főzni, takarítani imádok, mosni. Vasalás, mosni a Mariska, a mosógép most mondjuk. Igen. De engem ez mind kikapcsol, Isten, ilyen el vagyok. Nagyon. Akár ilyen. Más háztartásban nem válasz ilyen jellegű munkát? Hát nem, inkább a sajátomat, de... Csak rá ne vigyen a sors még. Jó, hogy Jézus, ahogy mi kinézünk. A férfiakról is szeretnék kérdezni. Zsuzsa erről a szerelmetes, ragaszkodós, hosszú házasságáról híres, és Hajni, te viszont arról, hogy hát nagyon sok férfi szeretett volna a közeledbe kerülni. Hol van? Most neked egy kicsit ettől más volt az életed? Hát én ezt nem tapasztaltam egyébként, hogy ezt nem is tudom, honnan leszed. Mikerről nem tudtad? Te hallottál ilyet, Zsuzsi? Szóval nem tudom. Jól kikerüli a választ, igen. Soha nem szerettek volna a közelembe kerülni, én ezt nem tapasztaltam. Mi a kérdés? Tulajdonképpen... Hát most ezzel most tulajdonképpen elugrottál a kérdés elől végül is. Tehát ilyen stabil dolgaim voltak, elég hosszúak. Én például ezt nem titkoltam soha, én rettenetes szerelmes természet voltam, főképpen, hát ugye fiatal koromban, volt, hogy egyszerre kettőbe is. Ezt senki nem gondolná rólam. Tulajdonképpen aztán később rájöttem, hogy
hogy sose igazán nem abba voltam szerelmes, hanem a szerelembe. Imádtam szerelmes lenni. És az nagyon jó érzés volt, ha valakinek az életében én voltam a legfontosabb. És az első. És akkor abba bele tudtam szerezni. És hogyha egyszerre kettőnek, háromnak, az akkor még jobb érzés? Na, az csak a kezdeté volt, de amikor már komolyodott a dolog, akkor már választottam. És akkor valami borzasztó jó érzés volt szerelmesnek lenni. Én olyan boldog vagyok, amikor kolléganői mondják, hogy szerelmesek. És az az egy, amit érigylek. Róla, Zsuzsa, pedig úgy tudom, hogy nem is olyan régen több vörös csillaggal a melleden jelentél meg egy nyilvános rendezvényen. Szóval úgy volt, hogy nem régen a Bajor Imre kapta élete első kitüntetését, ami már zárójelbe, de szégyen, hogy csak most kapott. Kapott valami kiskeresztet, vagy nem tudom milyen neve, mi rögtön lovaggá ütöttük, mert ugye ez most már lovag lett. És volt itt a Lila Akácban egy vacsora, amire meghívta a barátokat, és hát természetes, nekem készülnöm kell mindig az Imréből, ő is készül belőlem, hát valami történt vele, ez természetes volt, hogy valamit ki kell találnom, valami kis meglepetést. Na most megvártam, amikor már kellőleg mindenki ott volt, fontos emberek, még a kormánytól is voltak, és így kicsit késve érkeztem, és Imre boldogan ugrott föl, hogy na itt vagy már, a töltött káposztát eszük, és hol voltál? Azt mondja, a kabátodat. Mondom, nem veszem már a kabátomat. De hát meleg van, na jó, leveszem. Hát ez az egész azért volt, hogy már mindenki engem figyeljen, én nem akarom levenni a kabátomat. Nagy nehezen levettem, na most valami ördögi kép tárult eléjük. Tudnélik, ami az életben nekem kitüntetésem volt, de abba bele kell venni, hogy honvéd, kaptam, van honvédelemért. Én, mint önkéntes rendőr 20 évig voltam, kaptam 3-szor kitüntetést, polgári védelem, nem tudom, aranyfok az első, mindenütt kaptam kitüntetést, ahol üzemekbe is föléptem, mint már régi tag, aki gyakran fölép. És akkor elővettem, hát az igazi díjaim nem fértek föl, az egész mellemet teleraktam, és a Jászai díjat nem lehet kitűzni, az zsebre vágtam. Na most kaptam nemrégen Dériné díjat, az körülbelül nem majdnem fél kiló, bronz, az is a zsebemben volt. Na most még van nekem egy Oscar díjam, amit ugyan üzletből küldtek nekem a Vehető Nyugaton, azt is elhoztam. Na most képzeld el, hogy hát ugye elég nagy terület vagyok, parcella, az mind kitüntetés volt, vörös csillagok, de gyönyörű kitüntetéseket. És több sorba kiraktam, és lazán leültem, velem szemben egyik népszerű ismert miniszterünk, és még a tányérom elé odaraktam az Oscar díjat. És mondtam, hát most már neked is, mondtam az Imrének, most már kezdünk egálba jönni, ő meg egy ekkorkával jutottam szerényen. De a legborzasztóbb az volt, hogy én nem tudtam, elfelejtettem, hogy én ezt otthon már kiraktam, és a kocsiban kaptam, emlékszem, amikor vezettem, egyedül ültem, és egy piros lámpát, és mellettem egy idős házaspár ült, még arra sem emlékszem, egy piros Skodába, most utólag hát a házaspár talán véletlenül nézi a műsort. Képzeld el, azt láttam, hogy az idős úr úgy átnéz, meglátja, hogy mi van rajtam, át a feleségének, és ott maradtak. Már régen zöld volt, én elindultam, és már pirosat kaptak, és én mindig ott voltak, talán még mindig ott állnak, nem tudnak magukhoz térni. Hát akkor nem nézik a műsort. Hogy nézhetett ez a bolyár asszony itt ki, ebben most vörös csillagokkal tele. Van egy olyan segítője, angyala ennek a műsornak, aki éveken át ott volt mellettem. Keresztesi Ágota jelenléte mindig jó érzéssel töltött el, és mindig arra serkentett, hogy szebbnek lássam a világot, mint amilyen az valójában. Nagyon szomorú voltam, amikor megtudtam, hogy ő is elment közülünk. Ezt a kis bejátszást az ő emlékére nézzük meg. Keresztesi Ágota, a Zöldanya az igazgatója, legendás a kedvességéről. Vajon hogy bírja a különböző igényeket, esetleges különleges elvárásokat ilyen jókedvel, ilyen derűvel, ilyen kiegyensúlyozottan? Én azt hiszem, ahogy a férfiak természetéből adódik, a férfiakat megközelíteni csak kedvesen és türelmesen lehet,
ezt valljuk itt mi az Öltönyház egész kollektívája, hogy mi nagyon-nagyon sok férfit szeretnénk jól öltözöttnek látni, ezért soha, de soha nem fogyhat el a mi türelmünk. Az, hogy a Párosan Szép című sorozatból kötet készülhetett, az köszönhető az Öltönyháznak, az Öltönyház és az Elit ruhagyár csapatának is, úgyhogy köszönjük is ezúton. Mi nagyon örülünk neki, hogy nem csak a műsor elkészítésénél és néhány felvételnél bábáskodhattunk, hanem a könyv dedikálásánál és egy ilyen ünnepi időszak előtt, hogy ez a nagy közönség elé kerülhet. Ennek mi is szívből örülünk, sok vevőt is találtunk. Nem csak művészetében, hanem életfelfogásában, viselkedésében is különös ember volt Szász Endre. Igazi nagy művész volt, és abban a szerencsében volt részem, hogy sokszor találkozhattam, beszélgethettem vele. Ezek a találkozások, ezek nagyon sokat jelentettek számomra, valahogy szebbé tették a világot. Tehát Szász Endre nekem a művészetével is, meg a személyiségével is azt jelentette, hogy jobban éreztem magam itt a Földön, amíg ő itt volt. Sajnálom, hogy már nincs köztünk. Nézzék meg most a Szász Endrével és feleségével, Szász Katalin asszonnyal készült beszélgetésemet. Szeretettel köszöntünk. Ez egy váratlan fordulat. Akkor kezdjük ennek a kapcsolatnak az elején, már csak azért is, mert annyi legenda van, hogy Szász Endre hogy kérte meg, ha jól tudom, eddigi korábbi 4 házasságában a 4 feleségét, hogy ismerte meg Katikát? A Kati nálam dolgozott a Holóházán, csináltuk egy grafikai stúdiót, és ott szükségük volt grafikusokra, akik segítettek a munkámba, és a Kati jelentkezett, beírdettük, jelentkezett felvételizni. Nagyon szép munkái voltak, és felvettük. Na most én egy udvarlós fiú voltam világéletemben, akkor különösen, mert akkor már válófélben voltam, barna nagy forgalmat bonyolítottam ott le. Mindenkinek udvaroltam, a Katinak is, de nem akart velem szóba állni, mert épp azért, mert nagyon nagy volt a forgalma. Úgyhogy körülbelül egy 2 évig kellett neki nyomjam a szöveget, és aztán úgy lassan le kellett építsem a többit, hogy szóba álljon velem. És akkor látta, hogy már csak neki nyomom a szöveget, akkor szóba állt velem. Azt mire észrevette, addigra már el volt veszve, mert azért én értek ehhez, hogy sajt megszerezni. De hát ilyen nehéz esetem nem volt, hogy 2 évig udvarolják valakinek. Én akkor 60 éves voltam, ő pedig 20. De hát nem úgy néztem ki, most egy kicsivel jobban, elég jó bírtam magam 60 éves koromban, úgyhogy aztán egyszer csak addig dumáltam neki, addig, hogy ő nem hitt a szemének, és elhitte, hogy én egy klassz fiatal pali vagyok, és a végén aztán hozzám jött. Szász Endrének a hírét azért Katika jól ismerte, hiszen hát, hogy is mondjam, híres hódító hírében állt, híres nőhódító hírében állt. Amikor először találkoztak, emlékszik-e, hogy nézett rá? Én nem emlékszem rá, hogy ilyen hódítóan nézett volna rá. Legalábbis nekem az járt a fejemben, hogy ő egy nagyon nagy, akkor egy nagyon nagy művésznek tartottam, bár most sem más a véleményem, de akkor én a műteremtől voltam nagyon elbűvölve. Tehát kicsit megilletődött volt. Hát igen, egy kicsit igen, és tele volt a műterme porcelántányérokkal, vázákkal a padlótól a plafonig, és hát az a szinkavalkád nagyon elbűvölt. Na de hogyha ez így volt, hogy ennyire meg volt illetődve, és ennyire tisztelte, akkor vajon miért nem fogadta el sokkal hamarabb a közeledését? Hát mint művészt, meg mint embert szerettem, úgy tetszett nekem. És hát mint ő is mondta, hogy nagyon nagy forgalom volt nála, és nem akartam beállni a nem tudom én hanyadiknak a sorba. Emlékszik-e arra a napra, vagy azokra az órákra, amikor végül is megenyhült és megváltozott a véleménye? Ez azt hiszem nem egy óra alatt történt, mert hát több éven keresztül dolgoztunk együtt a stúdióban, és azt hiszem, hogy ez a kölcsönös szimpátia nem egy nap vagy egy óra alatt alakult ki, hanem folyamatosan. Egyszer csak elvesztette a fejét. Nem egyik pillanatról a másikra megy. Ez úgy kezdődött, mint általában nekem ilyen futónőügyeim szoktak kezdődni, hogy volt neki egy kis kockás szoknyája, írtok, lasz feneke volt benne.
Én először ezt vettem észre. Aztán később sokat beszélgettünk, meg a munka folyamatokban, szóval napról napra. Rájöttem, hogy feje is van, és nem is üres. Szóval, hogy bizony tud nagyon komolyan is gondolkozni. Szóval először a fenékvizsgán meg kell felelni ahhoz, hogy valaki a fejvizsgára jöhessen. De nagyon fontos egyébként. És hát, már az összes külsőség mind rendben volt, akkor kiderült, hogy a Katival lehet beszélgetni is, ami hát elég ritka. És aztán kiderült az is, hogy nagyon sok mindenben egyformán gondolkoztunk. Most ő remekül festett abban az időben. Sajnos miattam abba hagyta, hosszú időig abba hagyta, mert kicsit túlértékelt engem, a munkáimat, és úgy érezte, hogy ő nem tud olyat. Hát persze, hogy nem tud olyat, mert más az egyénisége. Aztán ő is rájött. Nem stílusban szerettem volna olyat, igen, hanem kvalitásban. És hogyha rögtön nem sikerül az, amit szeretnék, akkor hamar elkedvetlen mered. Kvalitásban is nagyon jó dolgokat csinál, csak más csak nem rögtön. Csak azt nem érzi önmagáról egy festő, nem érzi azt eleinte, hogy milyen jó. De nagyon tehetséges embereket láttam, akik már effektív sikerek, díjak után még nem volt megfelelő önbizalmuk, szóval úgy érezték, hogy nem csinálnak semmit. Hát én most már 70 éves vagyok, és mégis úgy érzem, mert mindig remélem, hogy hónap megcsinálom az igazi képet. De ezt a Kati akkor még nem tudta, hogy ez minden festővel így van. Ő azt hitte, hogy ő csak egyedül. És úgyhogy egy kicsit abba hagyta miattam, és nagyon sajnáltam, mert nagyon tehetséges volt. Aztán én már az itt történt Várdán, hogy egyszer jött egy nap, lehet, hogy most már nem vagyok neki olyan tekintély, hogy elnyomassam, de neki állt festeni, és irtó nagy örömmel fest, és a képein lehet látni ezt az örömet, szóval rendkívül vonzóak a képei, mert az az öröm, amivel fest, az belekerül a képeibe. Ez már egy ilyen döntés utáni helyzet volt-e, hogy elhatároztad, hogy te már többet nem nősülsz meg, és a többi, és a többi. Válás után elhatároztam, hogy soha az életben meg nem nősülök, de maximum 2 hétig voltam nőtlen, mert mindig újra megnősültem, de nem tudok egyedül élni, ez az igazság. Meg annyira szeretem a nőket. Na most, ha nőtlen vagyok, akkor annyira szeretem, akit szeretek, hogy el is veszem, persze. Szóval én nősülős fajta vagyok. És hogyha én nem akarok nősülni, akkor a nők akarnak nősülni. Most a Kati helyzetében nekem kellett érte harcoljak, de máskor elkaptak engem a csajok. Szóval. Volt 3 olyan házasságom, hogy egyszer mágában sem volt elvenni őket, ők vettek el engem. Mire észrevettem, nős voltam. Én született házas ember vagyok, 19 éves korom óta folyton nős vagyok. És nagyon kellemes dolog nősnek lenni. Legalábbis amióta. Na most addig, amíg megy a házasság, amíg működik, addig hűséges is vagyok. Szóval addig én monogám, nekem elég egy asszony addig. De amikor nincs, szétesik, akkor aztán mindenkinek udvarlok. Így is udvarlós vagyok, szóval ha dacára annak, hogy hűséges vagyok a feleségemhez, de azért én minden nőnek szeretek udvarolni. Szóval mindig azt dicsérem, ami tényleg dicsérhető. Szóval nem mondok olyasmit, ami nem igaz. Na de hát, hogyha ezt, hogy mondjam, több nővel műveled, akkor előfordulhatnak. Igen. Nem csak de ha több nővel művelem, mindegyiknek igazat mondok. Hát igaz, amit az mondok. Az rendben van, de most képzeld el, hogy egyszerre 10-15 nő szerelmes lesz beléd mondjuk Hollóházán, akkor mit kezdesz ezzel a helyzettel? Volt is ebből neked nagyon sok bajom. Az komoly bajokat tud produkálni. Akkor a csajok egymásnak esnek, az arra kellett. Én mindig azt akartam, hogy szeressék egymást, tehát én mindegyiket szeretem, ugye? De nem akarják szeretni egymást. A nőkkel ezt nagyon nehéz megértetni. Hát szeressék egymást, én is szeretem őket. Nehezen de nem akarják vissza szeretni egymást, az nehezen. Ugye? Azt jutott eszébe, hogy fordított esetben mit szólna a dologhoz, nem? Én fordított esetben is ugyanígy gondolkozom. Szóval én nem vagyok egy férfi soviniszta. Én azt mondom, amihez egy férfinak joga van, ugyanahhoz egy nőnek is joga van. Nekem az jutott eszembe, hogy vajon, ha több nejűségre lehetőség lenne, élni lehet. Nekem lenne vagy 25 feleségem, az egész biztos. Már nem csak azért, mert én akarom, mert a nők akarnák. Én egy aranyos férj vagyok. Tehát ez csak a törvény és az önfegyelem kérdése most, hogy csak egyszerre egy feleséged van. Hát most ez a társadalom ezt nem eszi, úgyhogy nem tehetem, de ha tehetném, lenne. Csak egymást nem bírják elviselni a nők. Ez egy, nem 25 tudom, más lenne, nem hogy ezt a muzulmánoknál hogy csinálják. Én vagyok. De hogy tudnak ott a háremben a nők verekedésnék meglenni, ezt én nem tudom. Itt Európában ez nem megy, ez egész biztos. Lehet, hogy ezért nem terjedt el itt, mikor a törökök itt voltak, itt nem terjedt el ez a vallás.
dacáronok 150 évig itt voltak, és nem tudták megtérni, hogy a magyar nők ebben a játékban nem mentek. Nem. Vannak ezek a bizonyos leánykérési legendák, de hát ennek az ötödik házasságnak a leánykérési szituációt még nem ismerjük annyira. Vajon hogy történt a leánykérés? Én már akkor már 12 éve váltam. Csak én nagyon nehezen válok, mert el kell menni ügyvédhez, meg papír, meg irtózom az ilyen hivatalos dolgokra. És hát mikor én a Katit megismertem, válófélbe voltam. És hát aztán ment az a surló, tudod milyen egy válás, hát megy a surlódás. Bár én nagyon ügyesen tudok válni viszonylag, mert tudom azt, hogy én nem válhatok, csak a feleség. Szóval ha ő akar válni, azt a szitut kell megcsinálni, akkor el lehet válni. Ha én akarok válni, nem lehet. Az még egy. Nem szabad vidáman válni, mert ha észreveszi az asszony, hogy én vidám vagyok, hogy elválunk, az atya inkább belehal, de nem válik el. Tehát bánatosnak is kell lenni. Most ez nekem nagyon nehezemre esett, hogy hosszú ideig bánatos legyek. Általában nem vagyok egy bánatos típus. De valahogy mégis kialakult, hogy volt feleségem, azt mondta, hogy elválik. Na mondtam, biztos? Igen, de minden az övé. Mondtam, minden a tiéd, rögtön adtam is egy papírt, minden az övé, elválunk. És akkor így nagy nehezen sikerült konkrétan elválni. De az sem olyan egyszerű, akkor vannak tárgyalások, amire nem jön el az asszony, vagy eljön, de nem hoz igazolványt, meg ilyen játékok vannak, szóval szúzódik. Nem rossz ötlet. Ők ezt tudják csinálni, nagyon értenek ezek a dolgok, az nálunk is így volt. Az összes válásomnál ilyesmi volt. És hát szóval nagy neheze mégis csak sikerült elválni, és én közben udvaroltam a Katinak. Most eleinte nem vette tőle a lapot, mikor látta, hogy lekoptak ott a látogatóim, akkor azt mondja, hogy lassan, jobban szóba állt velem, mire észlelt, mégis egy kislány volt. Hát én csábítottam el, az biztos. És hát a fő eset nekem a szülők elcsábítása volt a nehezebb dolog, ugye, hogy valahogy értesse meg a szülőkkel, hogy egy ilyen kislányukat adják oda egy ilyen védtojhoz, mint ami én már akkor voltam. De hát azt úgy csináltam, hogy eljártam a szülőkhöz, és megszerettettem velük magamat. És mikor már szerettek, akkor úgy lassan-lassan éreztettem, hogy nem csak azért járok ide, mert jó a rétes, hanem egyéb okok miatt is, és akkor egyszer csak aztán kibögtem, akkor már voltam válva, és akkor kibögtem a faternak, hogy el akarom venni a lányát. Az öreg rám nézett, a szomorúan, és azt mondta, és a Kati, hát ha a Kati benne van, akkor én a Katival már megbeszéltem. És azt mondja, hát mindig bolondos volt egy kicsit a Kati, mondja, és beleegyezett. Furcsa lány volt. És eleinte egy kicsit úgy nyeltek, hogy gondolták, úgyse tart ez sem eddig. De most már nagyon boldogok velünk, mert most már több mint 10 éve házasok vagyunk, és nagyon kellemesen. Ez sikerült, ez a házasság. Kati, az, hogy valaki először megy férjhez, és ő lesz az ötödik feleség, az vajon kihívást jelente, vagy zavarja az embert? Vagy... Nem éreztem semmi ilyesmit. Számomra ez az első házasság volt, és én úgy éreztem, hogy én egy életre szóló házasságot kötök. Hát meg nálam ő az első Katalin a világon. Hogy... Ő a fő Katalin. Igen. Akkor, amikor összekerül két ember, akkor megvan kinek-kinek a kialakult, a kevésbé vagy jobban kialakult életstílusa, megvannak a rigójái, megvannak a különböző elképzelései, hogy szereti, hogyha a poharat az asztal sarkára teszik, vagy az asztal közepére, és a többi, és a többi. Ki volt az, akinek változtatnia kellett, vagy egyáltalán kellett-e változtatni ezeken a napi? Nekem annyiban kellett, hogy én nem voltam túl sokáig fönt, szóval inkább korán kelő voltam és korán fekvő, Bandi viszont éjszakai bagoly, és nekem is egyre jobban eltolódtak a napjaim. Az éjszakában nyúltak, és most már én is elég későn fekszem le. Éjfél előtt soha. Változott az életem. Én külön rigolyáink nincsenek, nekem se, neki se. Szóval vannak azokat, azt hiszem, hogy mind a ketten rendelkezünk egyfajta alkalmazkodó képességgel, mert nem emlékszem rá, hogy lett volna surlódás köztünk. Szóval még mikor udvaroltam neki, akkor igen, egyszer-kétszer, de akkor ő nagyon határozottan a tudomásomra hozta, hogy almás. Volt a surlódás oka? Biztos tovább akartam udvarolni valakinek, aztán megmondta, hogy ezt ő nem bírja a gyomra. De hát nagyon határozottan, ezt nagyon határozottan csináltam. De aztán én is akartam tovább folytatni ezeket a játékokat. Nem is volt rá szükségem, úgyhogy
mi tényleg surlódás nélkül élünk, ezt mondhatom, ami ez az ötödik házasságom, tehát az első házasságom egy surlódásmentes házasság volt, mert egy nagyon nyugodt, kedves feleségem volt, az egy rendkívül nyugodt ember volt. Aztán a másik három az állandó surlódásra sokkal volt, mert hát olyan karakterűek voltunk, nem tudtunk összecsiszolódni. Én azt is, az is a véleményem, ha nem tudnak összecsiszolódni házaspárok, hiába szimpatikusak egymásnak az első héten, ha nem tudnak hosszú távra összecsiszolódni, jobb, ha elválnak, mert ha nem, akkor az egyik áldozat lesz. Szóval az erősebb, az egész biztos átneveli a másikat. Most a Katiba az a csodálatos, hogy ő sose akart engem átnevelni. Hát vannak ilyen apróságok, hogy vegyem be a gyógyszert, meg ne dohányozzak, ezt naponta 50-szer elmondja, itt bemegy, ott kimegy. Mert sajnos én dohányzom. Hát egy nagyon rossz dolognak tartom, meg egészségtelennek tartom, meg maraságnak tartom, de dohányzom, mert már 50 éve dohányzok, és ez egy drag, amit igazán nem lehet leszokni. Többször leszoktam, én már gyakorlott leszokó vagyok. Meg az, hogy egyen meg a gyógyszeret. Már megint elfelejtetted bevenni a gyógyszeredet. Ez van, de más nincs. Én már a Kati előtt jóval megtanultam, hogy én egy dupla nulla vagyok, ő meg úgyis félistennek tartja magát, úgyhogy semmiféle probléma. Ez vicc volt. Ez vicc volt, de nincs ilyen problémák. A Katinak megfelelő öntudata van, mindig is volt. Szóval ő attól, hogy én egy ismert festő voltam, attól nem esett hasra. Szóval a képeimet szerette, de a társadalmi rangomtól attól nem esett hasra, szóval az őt nem érdekelte. És nem is változik, szóval a környezet változástól ő nem változik. Ugye az, hogy más társaságba került, meg minden, abszolút nem befolyásolta, sőt, egy kis csalódást okozott neki. Ugye rajtam keresztül ismert meg minisztereket, meg ilyen főnököket, meg nem tudom kiket, és borzasztó nagy csalódást okozott neki az ismeretség. Néha illúzió romboló megismerni olyan embereket, akiket futólag ismer az ember és tisztel, és később közelebb megismeri, akkor már nem annyira szimpatikusak. Említetted, hogy a háztartási munkákban nem nagyon vesz részt, sőt a ház körüli teendőkhöz sem értesz, hogy vajon ez a kezdet kezdetétől így van-e? Igen, engem ilyen neveltek. Nekem a konyhában nem szabadott kimenjek gyerekkoromban, mert az időben, amikor én nőttem fel, akkor fiúgyereknek semmi keresni valója nem volt a konyhában. Na most azért én megtanultam később, ugye, mert háborúban nőttem fel, meg táborban, meg kollégiumokban, meg minden. Meg hát tanulékony vagyok, hát le olyan ördöngős dolgok ezek, szóval én például remekül tudok takarítani, ha muszáj, mert életemben talán háromszor takarítottam. Mert aztán van egy védekezési módszerem is, hogy én szívesen mosogatok, hogyha azt mondják, hogy segítsek, de lejtem a tányérat, és akkor többet nem hívnak. De ez ösztönös, ugye? Szóval ez nem direkt, ösztönös, hanem egyszerűen persze, az ember remélkül csinálni. Idegrendszerében valahogy ez benne van. De remélkül ügyetlen, de azért leesik a tányér. Vagy csinálok hibákat. Aztán a másik dolog pedig az, hogy tulajdonképpen ezt két ember nem csinálhatja. Ezt egy háztartást egy ember irányíthat, mert akkor ez a ház ide-oda lötyögne, hogyha ketten irányítanánk. És a Katinak kiváló képessége van ez. Na most én pénzhez se értek. Én tudok pénzt csinálni, de nem értek a pénzhez. Nekem kihullik a zsebemből, meg elkérik tőlem, meg mindenféle. Úgyhogy minden pénz a Katinál van. Úgyhogy ha nekem pénz kell, akkor kérek tőle. És néha ad is, nem mindig, de néha ad. Mikor nem? Eddig még mindig adott. Igen, nem csak vicc. Azt tapasztalja az ember, hogy fantasztikusan jól érzik magukat egymás mellett Szászék, és az ember, aki idejön vendégeskedni, az is jól érzi magát a társaságukban. Tehát, hogy ez egy nagyon kellemesen működő kapcsolat és együttlét. Tudjuk, hogy korkülönbség van köztünk, de azt hiszem, hogy nem tudatos. Nem vesszük észre. Nem vesszük észre. Szóval tényleg nem vesszük észre. Lehet, hogy később ez probléma lesz, ha a Kati öregedni fog, de egyelőre nincs probléma. Azt hiszem, hogy ez 30 évig még oké lesz, akkor már nem tudom, hogy öregnek hogy fog kinézni, most nagyon aranyos, de az anyját ismerem, olyan lesz, mint az anyja, akkor 30 év múlva is klassz csaj lesz belőle. És a festéssel mi újság van? Mert most egyszer azt lehet hallani, hogy azért Kati folytatja a festészetet, egyszer meg azt lehet hallani, hogy nagyon sok az elfoglaltsága a háztartással. Ezért most már kicsit nekilendültem, mostanában több képet festettem, és azt hiszem nem fogom most már abba hagyni, mert elég szép sikereim voltak az elmúlt években,
Sopronban is volt egy közös kiállításunk, itt Kaposváron éppen most van egy közös kiállításunk, és tetszik az embereknek. Szóval, akik eddig látták, jó véleménye voltak a képeimről. Hát igen, az igény az az ihlet szülője. Hogyha egy festő érzi, hogy kell a képe, ennél jobb ihlet a világon nincs. Én azt hallottam, hogy már Japánban is veszik a festményeit, képeit, illetve hát azt, amit fest Kati. Ilyen Sonyék kidolgoztak egy újfajta technikát, és porcelánra átteszik az olajképeket. Egy remek technikát csináltak, egy sokszorosító eljárást, és a Kati dolgát is sokszorosítják. A tiédet is. Hát a tiédet jobban szeretik, mert, igen. Mert vidámabb, hát a Kati vidámabb dolgokat csinál. Ugye? Szóval ő egy vidám ember, és a képei vidám képek. Az enyém nem mindig vidám, én is egy vidám ember vagyok, de én kifestem magamból a szorongásaimat. Őnek nincsenek egyelőre szorongásai, úgyhogy nagyon vidám hangulatos képei van. Te még nem tudod, de majd rájössz, hogy olyan vacak ez az egész emberi élet, hogy fiatal, az agyad fiatal marad, és egyszer csak észreveszed, hogy itt elkezdi lecsúszni a pofád, tehát ide látod, már lóg nekem. És akkor egyszer csak lóg, ez lóg, az lóg. Hát még ha itt lóg, az nem baj, de hát előbb-utóbb egyebütt is bajok lesznek. És ez olyan megalázó dolog. Tudod, pláne én egy elég jóképű gyerek voltam, és amíg egészséges vagy, meg jóképű vagy, hát addig az természetes. Csak egyszer csak nem néznek utánad a lányok, akkor az rögtön feltűnik. Addig utánam néztek, addig nem tűnt fel. Az természetes volt. Azt akkor nézem egy kislány fenekét, és visszafordul, és azt mondja, kezdj csókolom Bandi bácsi. Hát ez egy katasztrófa. És az egész öregedés egy rohadt megalázó dolog, szóval ezt a természet nagyon eltolta. Valahogy úgy kellett volna, hogy mondjuk 45 éves koráig nő az ember, és akkor abba hagyja a növést széltébe is. Szóval akkor úgy marad. És akkor, mit tudom, él 70-ig, vagy 90-ig, vagy ameddig, az egész emberi élet egy villanás. Különösen az álmainkhoz képest egy villanás, ugye? És sajnos én nem hiszek a folytatásba, mert ha innék a folytatásba, akkor hát akkor megvonnék nyugodva, spekulálnék a következőre, de én azért habzsolom az életet, és szeretem az életet, mert én azt gondolom, hogy ez van, és nekem 100 bandinak több nincs. Az anyagomnak, energiámnak van, de hát az nem én vagyok. De ebben az összeállításban, hogy 100 bandi, egyszer fordulok elő, és azt akarom élni az életemet, éltem is mindig. I see trees of green, red roses too, I see them blue, for me and you, and I think to myself, eddig tartottak a régi képsorok, a régi beszélgetések mára. Remélem, hogy szívesen nézték végig. Köszönöm szépen a figyelmüket, a viszontlátásra.